Units set. Na. Halló, halló, figyelem, itt a Motorrevű legújabb adása. Triumph Scrambler 400. Hirtelen nem tudtam, melyik Triumph is ez pontosan, hogy most a Speedvel 400, de teljesen egyértelmű, hogy a Scrambler, a Speeddel azért nem jöttünk volna ide ki. Triumph idei újdonsága, fantasztikus egyhengeres 400-as motort fejlesztettek ennek a modellcsaládnak. Megint csak egy jó példa arra, hogy vannak olyan cégek, akik nagyon odafigyelnek arra, hogy legyen utánpótlásuk. Kezdőknek is csodálatos motorkerékpár, úgy, hogy közben nem kellett lemenni így a dizájnból, így alábbadni itt-ott-amott. Egy igazi, echte british bike-ot látunk, egyhengerrel, a szokás, az ismerős forgattyús házzal, és olyan feature-ökkel, amiktől Scrambler lesz. És ha már Scrambler, akkor a Triumphnál a Scramblerséget egész komolyan vették, előre egy 19-os, hátra 17-es kereket kapott, míg ugye ennek a utcai verziója, a Speed az elő-hátra 17-es kerekeken pörög, forog, nyugszik, áll, vagy éppen mit csinálnak el az emberek. Nagyon masszív, fordított teleszkóp, igaz, állítási lehetőséget nélkülözi, viszont a hangolása olyan volt, ma mentünk egy személye, két személlyel, itt rumplis úton össze-vissza, már majdnem triálozgattunk vele, és teljesen jó volt a futómű. Valószínűleg ilyen keményebb érkezéseket nem tolerálna ilyen jól, mint ezt a szoftosabb igénybevételt, de erre tökéletes volt. Elő-hátul 150 mm-es rugóút, az azt hiszem úgy van, hogy talán 10 mm-rel kisebb a Speedé elől, és talán 20-szal hátul. Úgyhogy ez egy kifejezetten jó dolog. Elég nagy szabad magassággal, kartervédővel, ami egy kis csalódást keltő, de az az ár esetében talán ebben az árfekvésben érthető, hogy műanyag a kartervédő, ami nem azt jelenti, hogy nem védi a blokkot, csak azt jelenti, hogy nem védi annyira, mint hogyha mondjuk fémből lenne. Megkapta a nagyon stílusos műanyag lámpavédőrácsot, hogyha nem fordított elő lenne, akkor ugye még talán kormányharmonika lenne. Másik apró kis, nem mondom, hogy csalódások, egy olyan kis hiányérzetet támad az embernek, hogy egy kis nagyon szimpla kis nyambadék 22-es kormányt kapott csak, mindenhol 22-es, tehát nem kónuszos, nem vastagszik. Ezen persze van ez a lefejelésgátló, nem tudom micsoda, hogyha netán ízzel lefejelnéd a kormányt, akkor ne verd szét a homlokodat. Kuplunkar. Egy könnyen, jól adagolható kuplunk, kis kézerővel működik, állítási lehetőség, a kézmérethez nem tudod állítani, és ha jól látom, igen, akkor a féket sem. Egy darab tárcsát kapott előre, radiálisan rögzített Bybre nyerget. Nem mondom, hogy két személlyel nagyobb tempónál nem kell hozzá a hátsó fék, tehát nem egy harapós valami, de a kettő együtt teljesen jól ellátja a feladatát. Ez a menetdinamika, az, amit ez a motor tud, ez teljesen jól passzol az egész. A harmadik apróság, amit kritizálni lehetne, ezen össze is vitatkoztunk a szerkesztőségben, volt, akinek tetszett, volt, akinek kevésbé, én vagyok az, akinek kevésbé. Én nem szeretem a hangos motorokat. Tudom, hogy ez mindenkinek a magánügye, meg vannak ezek a teóriák, hogy a hangos motor életet ment, meg az autós akkor is tudja, hogy jövök. Én is persze valahogy úgy vagyok vele, hogy ha valami engem zavar, azt gondolom, hogy az mást is zavarja, és valahogy ha hiszitek, hanem utálok mások zavarni, és azt úgy gondolom, hogy a motorozás magánügyünk, tehát nem kell mindenkinek az órára kötni, hogy éppen hazajöttem, éppen elindulok, hangosan pöfög a motor. Nem szép a hangja véleményem szerint alapjáraton, elég hangos, és még a hang tónusa sem szép, egy ilyen pöfögő, kicsit ilyen élesbe hajló valami, ami menet közben egyrészt magad mögött hagyott, tehát nem nagyon hallod, azért, hogy menet közben nem zavar. De abban, hogy hazaérkezem, rögtön az jut eszembe, hogy na most hányan ébredtek föl a környékem ettől a kipufogó hangtól. Gyakorlatilag ennyi az, ami ha nem tetszett, a többi, igen, ja, és még egy nagyon apróság. Én azt gondolom, hogy egy hajszállal, egy-két fokkal lehetne nagyobb a kormány elfordítási szöge, ez nekem ilyen vesző paripám, mert amikor az ember ilyen szűk helyekre be kell, hogy férjen, be kell, hogy kanyarodjon, forduljon, kicsit tud dönteni, nem tudom mi, akkor nem jó az, hogy megakad a kormány, az egy kicsit nyűgösé teheti az embert, meg a közlekedést. Röviden ennyi. Ja, műszaki adatok. Nekem ilyen etalon a DRZ 400, ez ugye 400 köbcenti, 40 lóerő, ugyanannyit tud, mint anno 1000 évvel ezelőtt a DRZ 400S, vagyis a street verzió.
és 38 Nm tud, tehát ezek így teljesen jók ezek a paraméterek, jók ezek az adatok. Elsőre különben egy kicsit olyan komolytalannak tűnik, nem érzed, hogy ennyire jól megy. Aztán elkezded elforgatni, akkor azt érzed, hogy jól megy az egész szépen. Ma azt néztem, hogy 140-et biztos mentünk ketten, tehát én vagyok 80-valány kiló, a páromnak a súlyát nem mondom meg, de együtt ketten vagyunk kb. 140 kilók. Matematika, nemrég volt a felvételi érettség, ilyesmi. 6000-es fordulaton megy 100-at a motor, viszont olyan 8000 előtt nem sokkal elkezd így villogni a fordulatszámérő, de ez azt jelenti, hogy ez még csak 140 körül van. Érzésre, hát még bejáratos is a motor, amúgy érzésre szerintem ilyen 150 körül lehet a vége, talán belekóstolt a 160-ba. Egy személlyel. Így a nyomaték rugalmassága teljesen rendben van, tehát így ilyen jól gyorsul, nagyobb sebességi fokozatból, kisebb sebességre jól elindul. Egy barátságos, finom motor, egy-két aprósággal, amin talán finomítani lehetne majd, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy állítólag a 2.600.000 forintot ma már egy olcsó, tehát belépő kategória. Hát ezt a tanároknak kell lenni az egy-két szavuk, hogy mi az olcsó, meg mi nem. Az a lényeg, hogy a motorpalettákat, a motorkerékpár palettát végignézve egy ennyire minőségi, szép kivitelű motor, ilyen potens paraméterekkel valószínűleg ennyiért nem nagyon van. Úgyhogy ez egy aránylag jó vétel, különösen annak, aki szereti egyrészt ezt a British Style-t, másrészt meg aki oda van egy kicsit ezért a retro vonalért. Röviden ennyi, a tesztjét pedig majd látjátok a Motor Revue-ben. Sziasztok!